Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Kolbásztöltő fesztivál kétjen, idén is nemzetközi lett a már hagyományos programsorozat. Berántotta a kéziféket, majdnem meghaltak, a felelőtlen utasnak bíróság előtt kell felelnie. 150 éve adták át a legendás vasúti vonalat, hétvégén ismét utasokkal telt meg a Bártaszék-Dombóvári járat. Tamási kosárlabda tábor, élményekkel teli hét a gyerekek számára. Negyedik alkalommal tartottak kétjen nemzetközi kolbásztöltő fesztivált. A rendezvényre ezúttal is több százan érkeztek a Kárpát-medence azon településeiről, amiknek a nevében előfordul a kégy betű kapcsolat. Az idei programok különlegessége volt, hogy a húsételek mellett a mézből készült finomságoknak is nagy szerep jutott. Egész délelőtt sültek a finomabbnál finomabb ételek a tárcsákon. Kétjen szombaton tartották meg a település már hagyományos kolbásztöltő fesztiválját. Az idei programon húscsapat készített ételeket, és voltak, akik igazán különleges ínyentséggel készültek. A kis dologról érkezett vendégek például egy citromos kolbászt hoztak. A receptet egy évvel korábban ők fejlesztették ki, azóta pedig akárhol bemutatják, nagy sikert aratnak vele. Citromot reszeltünk bele 5 kilóhoz 3 darabot, a levét is beleraktuk, raktunk bele borsikafüvet, sót, fehér bors, egy kevés fekete bors, és snidlinget vágtunk bele egy olyan marékkal, só, összekevertük, és utána ízlés szerint még, hogy na, mi is kell bele. A kéti kolbásztöltő fesztivál egyben egy különleges testvértelepülési találkozó is. A Kárpát-medencében ugyanis nem csak a magyarországi falu nevében fordul elő a két szó. Lengyelországban egy kisvárost szintén így írnak, bár Kentinek mondják, Felvidéken pedig érsekkétiek is élnek. A három két lakói minden évben együtt ünnepelnek idehaza egy nyári napon, idén pedig csatlakozott hozzájuk egy csehországi település is. Szeretettel várnak mindig, és mindig megismerünk új embereket, mint most. Képzeljétek el, hogy mi most tócsnit sütünk a mi tárcsánkon, és kaptunk kölcsön a itteniektől egy tárcsát, hogy kisütjük a kolbászt. És így egyszerre tudunk végezni. A tócsnival, meg a kolbászt is. Az idei kéti kolbásztöltő fesztivál különleges volt, hiszen a húsételek mellett a méhészet és a méz is nagy szerephez jutott a rendezvény során. A programokat ugyanis egy nagyszabású nemzetközi, a V4 országok részvételével zajlott méhészeti konferencia keretében szervezték meg. Az idei rendezvénynek egyébként az a címe, hogy a visegrádi országok kulturális és gazdasági kapcsolatainak elmélyítése a méhészet és a mézből készült termékek segítségével, és ez most a negyedik kolbásztöltő fesztiválunk, amiből 3 nemzetközi lett, ez is nemzetközi, és egy a Covid miatt csak egy ilyen sima kolbásztöltő volt, de egyébként pedig idén is eljöttek hozzánk a testvértelepüléseink delegációi, akik a saját szájuk íze szerint készítették el a kolbászukat, illetve nagyon sok olyan ételt készítettek még, amit majd itt bemutatnak. A délelőtti gasztronómiai programokat délután kulturális fellépések követték, a résztvevők pedig éjszakában nyúlóan mulattak. Tovább csökken a Duna vízszintje Paksnál a következő napokban. A mérőállomásnál hétfőn még 29 cm-re mértek, de kettől már drasztikus mérséklődésre készül a vízügy. Szerdára már csak 10 cm-t prognosztizálnak a szakemberek. Emiatt várhatóan még a mostani 50%-os kihasználtságnál is alacsonyabb teljesítményre kapcsolják majd a paksi atomerőmű reaktorblokkjait. Gyakorlatilag évek óta jellemzően alacsony volt a Duna vízszintje nyaranta, olyannyira, hogy sokszor a személyi és a teherhajók forgalmát is zavarta. 3 év alatt 2 meteorral is összeütköztünk. Először 2020-ban a Covid-dal, amelyet valahogy kivédett az ország, és gyorsan visszatért a saját maga számára kijelölt útra, de 2022-ben jött a háború, amely letérítette a pályáról. Jelentette ki Orbán Viktor szombaton Tusnádfürdőn a 32. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor zárónapján tartott előadásában. A miniszterelnök arról beszélt, a legfontosabb, hogy a magyarok tisztában legyenek önmagukkal. 2010-ben új korszakot nyitottunk, mondta, ezt nem szabad szem elől téveszteni, ennek gazdasági és szellemi alapjai is vannak.
Anyósülésen utazó sofőr rántotta be menet közben a kéziféket, ezért történt kis hiány tragédiával végződő baleset Döbrököztől nem messze. A kocsiban egy idős házaspár utazott, a férj szerint vadak szaladtak át az úton. A különös manőverből komoly baleset majd rendőrségi eljárás lett. Az oldalára borulva, teljesen összetörve, az árokban állt meg a szürke Suzuki. A baleset Döbrököz térségében történt néhány napja. A kocsiban egy idős házaspár ült. Az asszony vezetett, a kis hián tragédiához vezető tettet viszont a férje okozta. Az út közben arra lett figyelmes, hogy az úttesten egy vad szaladt át, és ezért berántotta a kéziféket a járműben. Ekkor felesége elveszítette uralmát a jármű felett, az útról lesodródtak, és az árukba csapódva a jármű a feje tetejére borulva állt meg. Vagyis az anyósülésen utazó férj egyszer csak menet közben berántotta a kéziféket, ami pehjükre jól működött. A hirtelen lassítás miatt pedig a kocsi kitért a nyugalmi állapotból, hatalmas erővel csapodva az útmenti árokba. A házaspárhoz hamar megérkeztek a helyi rendőrök, ennek viszont a feleség és a férj már kevésbé örülhettek. Kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, ahol megállapították, hogy mind két személy könnyebben sérült meg a balesetben, és mivel a férfi veszélyeztette a közlekedést, ezért vele szemben a Dombóvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályán közúti veszélyeztetés büntette miatt eljárást is indítottak. Az anyósülésen utazó meggondolatlan férj emiatt akár 3 év börtönbüntetést is kaphat. Nemzetközileg is mérhető versenyképességi fordulat zajlik a magyar felsőoktatásban, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium vasárnap. Mint írták, idézem, az elmúlt években végrehajtott versenyképességi fordulat sikerét jelzi, az egyetemek előrelépése a nemzetközi rangsorokban, a tudományos teljesítmények javulása és a felsőoktatásba jelentkezők számának 27%-os növekedése. Az elmúlt években az egyetemi modellváltással sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban, írják. A Times Higher Education nemzetközi ranglista legjobb 5%-ában ma már 11 magyar egyetem szerepel. A Semmelweis Egyetem a világ 28 000 felsőoktatási intézmények közül már a legjobb 250 közé került, míg a régióban az első helyen áll. Jelenleg a modellváltott egyetemekre jár a hallgatók közel 2/3. Éppen 150 évvel ezelőtt adták át az egykor legendás Bátaszék-Dombóvár vasútvonalat. A járatokra rengetegen gondolnak vissza még ma is kellemes nosztalgiával. A hétvégén a jeles évforduló alkalmából most ismét útra kelt a híres nyomvonalon egy szerelvény. Dombóvár alsómán sokan várták a nosztalgia vonatot, hogy egy alapos kívülbelül megtekintés, valamint egy ünnepi megemlékezés után felszállhassanak rá és elutazzanak Bátaszékre, a 150 éves jubileum másik fontos helyszínére. Vasutas nyugdíjas vagyok, úgyhogy kötelezőnek éreztem, hogy lehőjek azt az unoka, itt van nálunk, és akkor is szeretném megnézni a gőzmozdonyt, meg a szerelvényt, úgyhogy utazni nem utazunk vele, de legalább megnézzük, hogy működik meg, hogy néz ki. A völgységet átszelő 50-es számú Dombóvár-Bátaszék vasútvonalat 1873. július 20-án adták át az utazóközönségnek. Ebből a jeles alkalomból a MÁV jubileumi emlékvonatot indított. A 150 évnek nagy a jelentősége. Két hete volt ennek az első állomás, amikor vasutas nap volt Dombóváron, egy helyi juliális. Ez annál is inkább tekinthető kuriózumnak, hisz az országban 4 helyen volt csupán ilyen rendezvény, Budapesten, Szolnokon, Nyíregyházán és Dombóváron. A következő rendezvény a mai alkalom, amikor egy retro hétvégét tartunk Dombóvár-Bátaszék között, szombat, vasárnap régi típusú mozdonyok, szerelvények közlekednek, és ennek a legfényesebb égköve, gyöngyszeme, itt a mellettünk látható a 424-es gőzmozdonynal továbbított retro szerelvény, felújított 100 éves kocsikkal, és mögöttem van egy motorkocsi, ami szintén ezen a vonalon közlekedett, ez is szintén 100 évesnél magasabb életkorral rendelkezik. A különleges szerelvényt a MÁV nosztalgia flottája alkotja, élén a 424-009-es gőzmozdonnyal. Az emlékvonat számos településen megállt, ahol ünnepélyes keretek között fogadták a vonatot zenével és énekkarral, emléktáblaavatással és egyéb programokkal. Nem mindennapi vizitúrát szerveztek a Tolnai Lapátolna Sárkányhajó Egyesület tagjai hétvégén.
A sportolók ugyanis fővárosi evezősöket hívtak meg az ország legnagyobb dunai holtágára egy közösen eltöltött napra. A Tolna vármegyei és a fővárosi sportolók előbb élménytúrán vettek részt, aminek során a vendégek megcsodálták a háborítatlan vizet és annak környezetét, majd bográcsozás zárta a programokat. Idén 13. alkalommal rendeztek Tamásiban kosárlabda tábort. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt élményekkel teli szórakoztató programsorozatot állított össze a helyi kosárlabda sportegyesület. Az idén 20 éves egyesület nem csak a Váhi Péter szakképző sportcsarnokában, hanem különböző helyszínekre szervezett, izgalmas sportos tevékenységekkel tette színesebbé a hetet a gyerekeknek, akik nagyon élvezték a nekik szervezett lehetőségeket és a sok sportot. Remek, nagyon-nagyon-nagyon szeretem a kosárlabdát, és az edzők is nagyon kedvesek. Leginkább edzettünk, de volt, amikor elmentünk fagyizni, a strandra, és még a Balatonra is elmentünk. A tábornak a legtöbben már évek óta visszajáró lakói. Nekem tetszik. Második éve járok ide a táborba, meg edzésekre is. A színes programkavalkádban szerepelt strandolás a Tamási fürdőben, balatoni hajózás, röplabdázás is. De az edzésekre is nagy hangsúlyt fektettek emellett. Egész héten zajlottak a különböző programok. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy kosárlabdáztunk, de természetesen ez adta a gerincét ennek a hétnek, de különböző egyéb sporthoz, szabadidőhöz kapcsolódó programokkal is próbáltuk a gyerekeknek emlékezetessé tenni ezt a hetet. 4 évestől egészen 16 éves korig voltak résztvevők a sportnapokon. Általában úgy csináltuk, hogy napi 2 vagy 3 edzéssel készültünk, attól függően, hogy az egyéb programból mennyi volt. A kirándulásos napokon is természetesen sportoltunk, tehát a Balatonon is egy olyan helyen voltunk, ahol volt kosárlabda palánk, röplabda háló, tehát ott is természetesen a sport az főszerepet játszott a gyerekeknek az életében. A városban nagyon komolyan veszik a fiatalok képzését, így rengeteg lehetőség van számukra, hogy a választott területen akár profi szintet érjenek el, mind egyéni, mind csapatsportok terén. Büszkék vagyunk ezek közül a kosarasokra, akik minden évben hagyományosan nyári tábort szerveznek a fiatalok részére. 10 egyesület működik a városban jelenleg, ami közül válogathatnak a mozogni vágyó fiatalok. Regionális híreink következnek. Agrárstratégia, uniós támogatások, a mezőgazdasági kifizetésekről kérdeztük a minisztert. Rossz időjárás befolyásolta az ágazatot, kevesebb, de elegendő lesz az idei méztermés. Zéró tolerancia, sokan ülnek autóba, ittassam. Elfogadta az Unió a 2027-ig szóló magyar agrárstratégiát, mondta Pécsen a szakminiszter. Nagy Istvánt arról kérdeztük, hogy mennyire biztosak a mezőgazdaságba jutó EU-s kifizetések. A szaktárca vezetője szerint a terület támogatása biztonságban van. Mennyire biztosak az EU-s agrártámogatások? A jelenlegi helyzetben nincsenek veszélyben ezek kifizetései. Ezt kérdeztük a Pécsre látogató agrárminisztertől júliusban. A magyar agrárium teljes biztonságban van, hiszen a stratégiai tervünket elfogadták, 13-ként a 27 országból, ez szerintem egy nagyon nagy siker, és ráadásul most is az ukrán gabona okozta belső piaci zavarok elhárítására kiharcolt 100 millió euróból Magyarország is a 15,9 millió euróját a méretének megfelelően természetesen megkapta. Tehát mindazon források, amelyek az agráriumhoz kapcsolódnak, azok az Európai Unióból rendszeresen és menetrendszerűen érkeznek. A beadott stratégiai tervben azt írják, a Magyarország kormánya szövetségese a vidéknek. Meggyőződésünk ugyanis, hogy Magyarország jövőbeli sikereinek egyik legfontosabb alapja, hogy vidéki térségeinek, városainak és falvainak is sikeresek az ott élő emberekkel együtt. A megújuló vidék, megújuló agrárium programunk a jövőket jelenti. A magyar vidék jövőjének alakítása éppen ezért társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is alapvetően fontosságú a magyar kormány számára. Célunk, hogy megújítsuk Magyarország vidéki területeinek gazdaságát és minél magasabb fokú fejlődési pályára állítsuk azt, kihasználva a modern technológiák adotta lehetőségeket. A dokumentum egyébként 1500 oldalon mutatja be a hazai agrárium szerkezetét, fejlődését, lehetőségeit. Zéró tolerancia, szinte valamennyien tudjuk, mit jelent. Mégis sokan úgy gondolják, talán egy kevés alkohol még belefér a járművezetésbe.
A témát a nyári fesztivál szezon, illetve a nyáron felszabadultabb, talán felelőtlenebb magatartású emberek gyakran előforduló viselkedése adja. Egy felmérés kimutatja, hogy Magyarországon talán a legszigorúbb ez a szabály, hiszen számos európai országban valamennyi ezrelék alkoholt szabad fogyasztani a járművezetőknek. Utána jártunk a témának, a legilletékesebb helyen a rendőrséget kerestük fel. Nyáron a kánikulai melegben a Nagy Szabadság az ünnepek, családi rendezvények, szabadtéri programok során bőséges folyadékfogyasztásra van szükségünk, azonban nem mindegy, mi van a pohárban. Egy 1968-as szabálysértésekről szóló törvény is tartalmazza a zéró toleranciát, amely szerint ittas vezetés szabálysértését követi el az, aki gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, mondta Kósa Anett, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának vezetője. A bécsi egyezményhez csatlakozott Magyarország is, ugye, aminek az volt a célja, hogy egységesítsék a szabályokat azoknak az országoknak a vonatkozásában, akik szintén csatlakoztak és aláírták ezt a szerződést, és nyilván fontos üzenete volt ennek a közlekedés biztonságra nézve, hiszen aki ittasan vezet, számos olyan paraméternek nem felel meg, nem alkalmas a járművezetésre, amiből aztán baleset következhet be. Az ittas vezetés annak fokozata mértéke szerint szabálysértésnek, majd bűncselekménynek is minősülhet, tette hozzá a rendőrőrnagy. Ha csekélyebb mennyiségű alkohol van a járművezető szervezetében, akkor azt nem büntetik szigorúan, azonban ha jelentősen magasabb az alkoholtartalom, akkor más a helyzet. Közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, hogyha 15 mg per liter légalkohol koncentráció értéket nem haladja meg a mintavételnek az eredménye. Ebben az esetben 30 ezer forint közigazgatási bírság és 6 előéleti pont kerül kiszabása. Ha 0,15 mg per litert meghaladja, de a 0,25 mg per litert nem, akkor viszont 100 ezer forint ennek a bírságnak az összege, és 8 előéleti pont jár hozzá. Ha 0,25 század milligram per litert meghaladja ez az érték, akkor viszont büntetőeljárás lesz kezdeményezve, amelynek első lépése az, hogy a rendőr a helyszínen el fogja venni a vezetői engedélyt a járművet vezető személytől. Tévedés az, hogy a kávé gyorsítja az alkohol lebomlását és elősegíti a kijózanodást. Az sem igaz, hogy a nyári melegben vagy kemény fizikai munka során az izzadással az alkohol is elpárolog. A teli gyomor és hideg zuhany sem segít és nem tesz alkalmassá gépjárművezetésre. A zéró tolerancia azt jelenti, hogy egy csepp alkohol sem szabad fogyasztani járművezetés megkezdése előtt. Nem túl kecsegtetően indult az idei mézes szezon. A hideg, szeles és csapadékos tavaszi időjárás, valamint a fagyok hatására jóval gyengébb termés várható. Az akáca a rügyfakadás idején faggyal indított, de voltak olyan területekkel is, ahol nem fagyott, inkább csak megfázott a virág. A szakembert kerestük fel az idei méztermés miatt. A fagy egyáltalán nem tesz jót semmilyen növénynek, termésnek. Ahol csak megfázott az akáca virága, ott virág ugyan lesz, de nem fog mézelni, mondta Maj Gábor méhész baranyai szaktanácsadó. Ilyenkor azt veszük észre, hogy a méhek nem látogatják az akácot, hanem más egyéb növényi kultúrák felé repülnek. Hát volt, ahol annyira megfagyott, hogy a síkvidéki területeken, hogy nem is hozott virágot, hanem majd csak később egy úgynevezett sarjú virágzás következtében valamennyi nektárt adott az akác. Volt olyan terület a megyének, ahol megfázott, volt virág, de nem mézelt, és volt az északi területeken, ahol a mecseknek a mélyen fekvő völgyén később pattant meg a virág, illetve olyan tengerszint feletti magasság fölött található már az akácos, ahol viszont mondhatni, hogy egy ilyen gyönge közepes mézelést eredményezett, hiszen pont amikor virágzott, akkor még ráadásul kaptunk egy hidegfrontot, és a hidegfront következtében pedig lehűlés volt és csapadék, úgyhogy nagyon viszontagságos volt a mind a repcének, mind pedig az akácnak a mézelése. Idén inkább a megye nyugati területén volt jellemző a repcevetés kultúra, tette hozzá a méhész. Azt is elmondta, hogy a növényvédelmi kezelések terén idén is volt probléma, ami nem csak a repcére vonatkozik, hanem az egyéb növényi kultúrákra is, mint például a gabonára. Aminek az eredménye az, hogy esetlegesen, hogyha ilyen felhőbe berepül a méhecske, akkor van méheltűnés, illetve mászkálás. Viszont azt kell mondani, hogy egy kicsivel jobban alakult ez a helyzet, mint az előző években.
és a nyári mélegelők közül pedig a hás, illetve a napraforgónak az időszakán vagyunk már részben túl. A hás az idei évben nem mézelt, pedig nagyon ideálisak voltak a körülmények, de aztán végül is csak nagyon kevés nektárt adott. Viszont a napraforgó az úgy néz ki, hogy behozta, sőt le is szárnyalta az előző évek tapasztalatait, hiszen egy jó napraforgó termésre számítunk. Ennek az az eredménye, hogy idén a virágméz kategóriában a napraforgó mézek jelennek majd meg. Ez is nagyon értékes méz, magas cinktartalommal, tette hozzá Maj Gábor szaktanácsadó. Azt is elmondta, hogy a méztermelésben a tavalyi csúcsévnek számít, viszont idén más a helyzet. Tehát, hogyha ahhoz kell hasonlítani, akkor nagyjából ilyen, ahhoz viszonyítva ilyen 40%-os termés van, ami azt jelenti, hogy elegendő, tehát ami a piacra kerül, lesz méz, viszont sokkal kevesebb, mint a tavalyi évben, mind a repce, mind az akác, mind pedig a hárs is, kivéve a napraforgót, ami mondom az elmúlt talán 10-20 év legjobb termése várható a megyében. Az, hogy drágul-e valamennyit a méz, most még nem lehet pontosan tudni. A mézárát nagyban befolyásolja a világpiaci ár is. Kisebb mértékben előfordulhat némi áremelés, tette hozzá Maj Gábor. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Kolbásztöltő Fesztivál kétjén idén is nemzetközi lett a már hagyományos programsorozat. Berántotta a kéziféket, majdnem meghaltak. A felelőtlen utasnak bíróság előtt kell felelnie. 150 éve adták át a legendás vasúti vonalat. Hétvégén ismét utasokkal telt meg a Bártaszék-Dombóvári járat. Tamási kosárlabda tábor élményekkel teli hét a gyerekek számára. Kedden zömében napos meleg időben lesz részünk, élénkülő délnyugati széllel, fokozódó hőséggel. Nyugaton erős lökések is kísérhetik a szelet. Reggel eleinte észak-keleten előfordulhat egy-egy záporeső zivatar, napközben nem valószínű csapadék. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!